A mai videóban az öcsémmel Hubkonnal fogunk 1v1-ezni. Aki először eléri az 5 győzelmet, az nyer. És hogyha esetleg Hubkonnak sikerülne nyernie, akkor 50 000 gemmel ajándékoznám meg, ami azért nem kevés. Úgyhogy kíváncsi leszek, ami pedig plusz nehezítés még, hogy én telefonon fogok játszani, ami nagyon-nagyon rossz vagyok. És itt, amit láthattok majd képernyőt, az Hubkoné lesz. Hubkon fog kontrollerre játszani, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek. Pályák pedig Block Dash, Laser Dash és Laser Tracer lesznek. Ebből a háromból bármit dobhat random, és minden speciális emótát lehet használni. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, srácok. Nyilván én nem fogom hagyni magam, de hát telefonról erről szó se lehet, mert alapból borzasztóan nehéz játszani. És Laser Tracer lesz az első mérkőzés. Hát nem tudom, mennyire vagy jó ezen a pályán. Nagyon. Nagyon? Na, mindjárt kiderül. Látod, igazából, srácok, az a legjobb, hogy azt se tudom, melyik gomb, melyik mit csinál, de majd most kiderül. Hubkon az annyira vakon van, hogy azt se tudja, melyik micsoda, de még így is nagyon örülhet, hogy kontrollerem van, mert atya világ is benyomja a taunt, a segrázást, elkezdi a pali a pálya közepén. Az mondjuk annyira nem baj. Így, és a box mellé megy pedig. Aj, de jó lett. Vámasz! Ott is van a Victory Royale. De annyira rossz, hogy nem tudok ugrani telefonon. Borzalmas, srácok. Ez nagyon nagy nehezítés, de hát így Hubkonnak azért legalább megvan az esélye. Ezt az ilyen ugrás gombot felveszem ilyen maximum méretűre, mert amúgy nem tudok ugrani, hallod. Mellé nyomtam most is. De jó, nem baj, ennyi előny azért kell Hubkonnak. 1-0, srácok, innentől nem lesz kegyelem. Azért 50 000 gem az tényleg sok. Ha 5-ször megver, akkor azért meg is érdemli, de nem fog, ne aggódjatok. És Block Dash, na hát, hogyha itt mondjuk az a baj, hogy elhiszem, hogyha itt megversz, akkor így meg úgy, de hát simán meg tudsz verni, mert telefonon szörnyű játszani. De most legalább ilyen kurva nagyra vettem az ugrás gombot, szóval ez legalább már valamennyire egy jó dolog. SP-zni például telefonon hogyan kéne, tehát lehetetlen. Jézus Mária. Labdázik a pali egyet. Jó, Istenem, de nehéz így, srácok, nagyon nehéz. Ne, de tudjátok ti, hogy milyen nehéz, aki mondjuk Xbox kontrollerrel, vagy esetleg bármilyen kontrollerrel, vagy billentyűzettel játszik, az tudja, hogy telefonon így hirtelen. Nyilván, aki a telefon szokta meg, annak az a normál, de na. Majd ezzel legalább eltaláltam egy boxsal, tehát hogy már ez is már, ennek is már örülök, komolyan mondom. Te mit csinálsz ott? Te mit csinálsz ott, tesó, merre vagy? Merre jársz? Jajjaj! Az egy egy-egy! De mi a bánat? Az egy egy-egy! Tesó, de hát vakon vagy. Vakon vagy, tesó, ne aggódjál, nem lesz itt esélyed se. Hiába vagyok telefonról. Csak adtam egy pontot. Ja, azt én adtam neked, tesó, az elején. Én adtam. Lézerdes, át, az nehéz lesz. Az nehéz lesz a lézerdes, mert itt az a baj, hogy egyszerre mindenre kell figyelni, és még arra is egyáltalán, hogy a szarba kell telefonról irányítani a játékot. Itt jó lenne, hogyha le tudnám valahogy Hubkont esetleg boxolni a pályáról. Ez nem lenne jó. De az nagyon jó lenne, tesó, mert itt máshogy nem tudom, hogy a nehézségi akadályoknál én nem leszek jó, szóval nekem valahogy addig meg kéne oldanom a dolgokat, egy lézerbe bele kéne, hogy ficcentselek, mert amúgy nem tudom, hogy hogyan tudnám még másképpen túlélni. Bám! Így, de kár, hogy nem találtam el. Innen most például, hogy a szarba. Itt klácsolni kell. Mi Hubkon meg lefut a pályáról. Mi? Ez egy szar ez a játék, és fut a karakterem, ugranék és belevetődik benne. Let's go, srácok, hát nem is kell klácsolni, mert Hubkon lefut a pályára, ez egy 2-1, ott is van a vezetés, let's go. Na, formában jövök telefonról is, ne aggódjatok, belejövök a formába, azt onnantól kezdve nincs velem bírás. De 50 000 gemet azért ne hagyd elúszni, tesó. Hát tesó, easy, most jön a Laser Tracer. És ott is van a Laser Tracer. Na most, itt is a box, igazából azért, hogy telefonról is, itt elugrálgatok is a boxot, meg eltalálom néha-néha, és az amúgy bőven elég, de szerencsére amúgy el is rontod magadnak, tehát még egyszer nem volt olyan, hogy én leboxollak a pályáról. Nem is bírtuk még egymást megszivatni, mert alapból eléggé rosszul játszol, én meg telefonról rosszul játszok. Most figyelj, átugrunk. Bam! Nem hiszem el, az jó lett volna pedig. Mind a ketten nagyon elhisszük, hogy eltaláljuk, de hülye! Ott majdnem megégtem. Ott le kellett volna boxolni. Ott nem, szerencsére nem voltál ott. Ott az kicsit közel volt. Nyilván közöm nem volt az egészhez, tehát itt telefonon, hogy hova húzom a karaktert, meg hogy boxolok, Jézusom. Ekkora boxot kapok. Ekkora box, tesó, hát az közel nem volt a jóhoz. Közel nem volt. Tesó, ez nagyon rossz ez a játék. Tesó, easy! Hát konkrétan Hubkon nem is kell bántani, magától megoldja. Előbb is leugrik, most is beleugrik, hát pedig csak az A betűt kéne nyomni, sokkal könnyebb, mint itt megtalálni, hogy hova nyomjak a telefonon, és nem tud felugrani a pali. 3-1, srácok! De nem, ezt kivágjuk. Persze, fiam. Isten, labdázik a pali. Mekkora szép. Labdával széveli a boxot, vágod. Ilyet se láttam még, szevasz. Hát csak itt igazából olyanba tudnám leboxolni valami akadályról esetleg, de hát itt ugye kiespízni a pályáról így a világ végére, az szerintem lehetetlen telefonon. Viszont a falon az átugrok telefonon is, ne aggódjál. A tauntot találjuk meg, nagyon jó. De nem találtam meg inkább. Tesó, lop, kilabdázik a pályáról. Tesó, van még mit gyakorolni, tesó. Ne add, lézer között kell átlabdázni, hanem a pályán kell maradni. Miért nyomod be a labdát egyáltalán?
Na Hubkon az utolsó körre átváltott billentyűzetre, azt gondolja, hogy az miért jobb lehet. Miért utolsó? Miről beszél? Hát 4-1 van, tesó, most már utolsó kör, mert valószínűleg ezt is megnyerem. Azt gondolja, hogy sokkal jobb lesz billentyűzete, mint kontrollered, amire én nagyon kíváncsi vagyok. De megint vagyok. Lehet toppol a pali. Tesó, de jó, miről beszélsz? Nem lehet toppoltalak, az simán a labdával fölpattantam. Ne, ez az uborka! Tesó, még az uborkával is meggyűlik a baja. Mivel forgatom a kamerát? Vámász! Mind a ketten olyan rosszak vagyunk így, hogy ez valami hihetetlen. Billentyűpál. Aztán mivel forgatom, hát csak forgatni kell nem, nem forog. Dehogy nem. És lézer. És lézer. Na ebből már csak megnyerem most már. Bám, szevasz. Tesó. És visszahozza a paliát, nem hiszem el. Na most, bám, szevasz. De nem, hát hallott, 8-szor leboxolom, azt nem bír meghalni. Na, persze! Come on! Mekkora box! Mama! 4-3, átmegy a pali. Le van boxolva az úr! Úgy, hogy a pali olyan képes izém emulátoron van, hogy rá kell kattintani az egérrel a boxra, bazd. Még így is legyőzlek, te soha, az csak kontrollerrel csak altattalak, de hát most így is. Jó, most billentyűzette Hubkon, azért már jobb lesz egy kicsit, az tény. Nem tudom, alapból miért nem azzal voltál akkor. Én se értem, na, kettővel most kell nyerni. Fölhozott, te hogy kell kettővel nyerni, te soha. Lézer dash. Bám, szevasz. Szia! Nem, ez nem, ezt nem kivágjuk. Szia, csike! 5-3! Nem, ez nem. Jó, a következő 3-at ér. Ha most te nyersz, akkor az egészet te nyerted. Jó? Ha én nyerek, akkor meg nyilván én nyertem. Na, most megkapod a lehetőséget, mert ilyen jó fej vagyok. 50 000 gemér megy ez az egyetlen kör. És lézert részel. Nem kell ezt ilyen komolyan venni. Nem, hát tesó. 50 000 gem az semmi végül is. Szerintem összesen nem volt annyi gemetem, mert láttam még annyi gemet. Jó, gyerünk. Jó, de most nagyon, most már az én is kicsit befostam, tehát azért 50 000 gempa azért az baj, de most legalább eltalálom a boxokat telefonról, már az is valami. Ali is azért már eltalálja a billentyűzetről, de rá kell kattintani, de komolyan rá kell kattintani. Rá kell. Az nagyon vicces, hogy rá kell. Jaj, na most ez kicsit mondjuk bajszos krumpli, jó, ide átugrunk. Ide. Jézusom, nagyon rosszul forgattam. Jó, szevasz, jó, oké, átjövünk most ide, gyerünk. Jaj, de már félek, ahogy közeledik felém, már nem akarok 50... 50 000 gempa a zsebbe! De a szarért csinálok ilyen lehetőséget a végén, baj. Hülye vagy. Aj, tehát a telefonon én nagyon rossz vagyok, hogy láthatátok, viszont Hubkon most direkt hagytam magam, hogy karácsony alkalmából így 50 000 gemet bezsebeljen. Ha ti is szeretnétek rengeteg gemet nyerni, akkor mindenképp csapastok egy lájkot, és iratkozzatok föl, mert lesz még hatalmas lehetőség, ahol nézők is tudnak majd rengeteg gemet nyerni a közeljövőben, de nyilván csak feliratkozók, illetve azok, akik a Hunter kódot is használják, úgyhogy mindenféleképpen használjátok a Hunter. Hűje! Azt hittem, hogy kipörög itt a semmiből Hubkonnak a free pörgetés. A végére még akkor nézzük meg a free pörgetéseket, hát ha még Hubkonnak is valami a csoda folytán valami szerencséje lesz. Ha már a játékban ekkora szerencséje volt, hogy telefonon beleugrottam a lézerbe, akkor még hát a pörgetések is beadják. Tesó, van free ajándék, akkor először tessék Tetris győzelmi animáció. Örülsz neki? Ez az első győzelmi animáció. Úgy se nyersz, tesó. Úgyhogy srácok, ez a mai rövid kis 1v1 ennyi lett volna. A következő közös videóban viszont Hubkon megkapja majd az 50 000 gemet, és el is költjük majd rengeteg pörgetésre, úgyhogy mindenképpen lesznek egy lájkkal, ha tetszett a videó, szeretnétek majd a következő részt is látni, ugyanis 3000 lájknál érkezik rengeteg pörgetés az 50 000 gemből Hubkonnak a fiókján. Iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le arról se, használjátok a Hunter kódot. Na vámasz! És vámasz! Boldog új évet! Te mocskos állat.